saját magát jelentette fel a Budakes, így indult el a lavina. Legalábbis a brókerház vezérigazgatójának ügyvédje ezt erősítette meg. A Magyar Nemzeti Banknál viszont váltig állítják, ez nem igaz. Ők korábban azt mondták, ők robbantottak, ők tárták fel az ügyet. Nos, most valaki nem mond igazat. Egy büntetőjogán szerint, ha tényleg meghallgatást kért a Budakes, akkor azt jól tette. A feltáró jellegű vallomás ugyanis enyhítő körülménynek számít. Ez egy ilyen súlyú bűncselekménynél akár éveket is jelenthet. Török Réka riportja. Valaki előre menekül. Mert hogy szemben az MNB állításával, miszerint az, hogy az eljárás önfeljelentéssel indult, egyszerűen nem igaz. Az ügyvéd mást állít. Bánáti János szerint a cégvezetőket jelenleg tanúként hallgatja ki a rendőrség. Tölgyesi Péter, a brókerhez vezérigazgatója, a hétfő esti razzia előtt viszont meghallgatást kért az MNB vezetőitől. Úgy gondolja, hogy ha ő hozza a hatóság tudomására a bűncselekményt, akkor számíthat a jó indulatukra. Kabódi Csaba büntetőjogász szerint számíthatnak is. A feltáró jellegű vallomás az a bírói gyakorlat szerint az nyomatékos enyhítő körülmény, ami bizonyos esetekben években mérhető, ilyen 100 milliárdnál az már jelentős lett. Mivel ez a legsúlyosabbnak minősülő gazdasági bűncselekmények egyike. Akkor csinálta volna jól, mert ugye a büntető törvénykönyvben még rafináltabb szabályok is vannak ennél, hogyha ez megmaradt volna, az a cselekmény a kísérlet, amikor a legelső esetben észlelte, hogy bűncselekményre utaló nyomokat lát, tapasztal, érez, akkor ő maga mindent megtett volna a bűncselekmény megakadályozására. Mert akkor a cselekmény megmaradt volna a kísérleti szakaszban. Ugyanis nem büntethető az, aki a kísérletet megszakítja. Ez nem történt meg. Előzetes letartóztatásban egyelőre senki nincs. Ez pedig feltételezhetően az önfeljelentésnek is köszönhető. Ha valaki földobta magát, akkor ő nem akar újabb bűncselekményt elkövetni, nem akarja az eddig megkísérletet befejezni, nem akar megszökni, elrejtőzni, nem akar összebeszélni. Ezek az előzetes letartóztatás törvényi feltételei, tehát akár még ez is egy mérlegelési szempont lehetett. Így egyelőre szabad lábon maradhatnak. Na de kik is ők? A nyilvános cégadatbázisok szerint a BC 2000 Kft. És a Budakes vagyonkezelő a tulajdonos, amely cégek mögött Pintér Zoltán, Pál Gyula, Tölgyesi Péter, Varga Péter és Gyarmati János áll. A Budakes alapítója Pintér Zoltán, aki rendre szerepel a leggazdagabb magyar üzletemberek listáin. Az utóbbi években a 30. hely köré sorolták, 2013-ban 17,5 milliárd, 2014-ben 18,5 milliárd forintra becsülték a vagyonát. Pintér egyébként tavaly részben vagy teljesen megvált Budakesben lévő részesedésétől. A brókerház és a DRB bankcsoport egy bonyolult cégháló keretei között működött. Itt is érvényesül a sok kicsi sokra megy elve, tehát egy külföldi tulajdonos nem probléma. Ha tulajdonos egy cég egy másikban, az nem biztos, hogy probléma. Még ha a másik cég tulajdonos az alapcégben, az sem biztos, hogy probléma. De ha például ezek 100%-ban tulajdonosai egymásnak, az már mindenképpen ok arra, hogy az ember felkapja a fejét. És itt a feltételezések szerint erről is szó volt. Ha nem kezdik el általában vizsgálni az egész céghálót, akkor ezek nem tűnnek föl, ezek a dolgok. Az átfogó minden cégre és minden személyre kiterjedő vizsgálatok pedig nagyon ritkák. Ahhoz ugyanis már az kell, hogy gyanakodjon a hatóság. Török Réka, 7.24. Újra kereskedhet a Budakes a Budapesti Értéktörzsén. Igaz, nem teljes jogúan, lényegében csak a még nyitott ügyleteiket zárhatják le most. A tőzsde 3 nappal ezelőtt a botrány kirobbanásakor függesztette fel a broker cég kereskedési jogát. Közben az is kiderült, hogy a Commerzbanknak és a Magnet Banknak a kártyakibocsátó rendszerét a DRB bankcsoport üzemelteti, míg a telelő taxinak a DRB a kártya elfogadó bankja volt. A DRB közül körül kialakult helyzet ugyanakkor nem érinti ezeknek a cégeknek az ügyfeleit.